Hát ritkán vártam annyira beszélgetést, mint a mostanit, mert amikor vendégünk volt Bernadett legutóbb, akkor úgy váltunk el, az volt az utolsó mondat, hogy ahogy elkészül azonnal, és csak nálunk, és csak most, csak önöknek, mert hogy elkészült a My Budapest projektnek a naptára, és itt van velünk Fekete Bernadett projektfelelős, illetve Selmeci Tibor. Fotós, illetve most modell, arról van szó, ugye, hogy elmondjuk nagyon röviden, hogy Budapesten hajléktalanoknak adtak fényképezőgépeket, és azt kérték tőlük, hogy fotózzák le úgy a várost, amilyennek és ahogyan ők látják, és elkészült. És ma este lesz bemutatva, ugye. Jó reggelt kívánok! Mit kell tudni az új naptárról? Az új naptárunk ma debütál. Október 10-e a hajléktalanság világnapja, és egyszerre debütálnak a naptárak, amit mi a Budapest Bike Mafiával megvalósítottunk. Ez egy nemzetközi kezdeményezéshez való csatlakozás. Londonban, Sydneyben, New Orleansban és Budapesten egyszerre debütálnak a naptárak. Ugye a naptárunknak a célja, illetve a Budapest Bike Mafia összes többi kezdeményezésének a célja az érzékenyítés. A hajléktalanság problémájára szeretnénk felhívni a figyelmet, és most a művészetet hívtuk ehhez segítségül, a fotózást. Amikor elkezdett fényképezni, közben én mutatom, modellünk és vendégünk, ugye? Így van. Igen. Fotózott is, és modell is volt. Igen, igen. Mit választott, hogyan járta a várost, amikor a kamerával próbálta megközelíteni, hogy milyen lesz a naptárban ez a kép? Hát ezt nem tudtam, hogy be fogják választani. Összesen 27 képet készítettem, mondjuk ezeket megkértem egy ismerősöm, mert nehéz lett volna magamat így. Mit csinál ezen a képen? Ez az ősi ösztönös természet szeretete. Igen, most látják itt a képet. Itt van a kép, így van. Az őseim nomád rideg pásztorok voltak, a férfiak az egész életüket a szabadba töltötték, télen mínusz 40-ben, nyáron plusz 40-ben, szóval, és természetes volt a föld. Ez valahol itt van Budapest környékén? Ez az Újpest városkapu, nála a vasúti töltésnél. Bernadett, amikor végiglapoztam ezt a naptárat, akkor látom, hogy ez nem csak egy naptár, hanem egy valamiféle ismertető, mint például most ugye Tiborral azt olvasom, például, hogy about me, it is in update, I was born 64 years ago, angolul oda volt írva, hogy magamról csak annyit, hogy megszülettem 64 évvel ezelőtt, 64-es vagyok. Miért fontos az, hogy a magyaron kívül például angolul is leírják azt, hogy mit kell tudni magáról, az alkotóról, vagy a modellről, vagy a témáról? A naptárunk azért kétnyelvű, azon túl, hogy mert egy nemzetközi kezdeményezéshez csatlakoztunk, és így tudjuk a naptárakat cserélgetni a többi várossal. Ez egy Budapesttől készült naptár, tehát mi véletlenül sem a hajléktalanságot szerettük volna bemutatni egy naptár formájában, hanem Budapestet szerettük volna bemutatni, viszont a hajléktalan emberek segítségével az ő nézőpontjukból, ha az azon esetleg túl, hogy más. Megtiszteli a hajléktalan embereket az, hogy a kreativitásukat, az ő hozzáadott értéküket igénybe veszik egy Budapest bemutatáshoz. Mi az, amiben ez segít azoknak az embereknek, akik ebben a munkában részt vettek? Tibor vagy én? Ekkor először Tibor, igen. Hát inkább te, mert számomra ez egy hasznos időtöltés. Adott önbecsülést? Adott az, hogy látja, hogy a saját fényképét kinyomtatják, hogy ott a neve, hogy leírják az életrajzát? Hoz munkát, megismerik. Igen, igen. Jól esik, hogy megszólítanak az utcán. Láttalak a tévében, meg láttam a képedet. A szuper. A kép elképzelhető, hogy akkor a csere keretében eljut mondjuk Ausztráliába? Egészen biztos, mert a mai napon adjuk postára a naptárainkat mindegyik városba, és ugye a fotók mellett egyrészt ugye Budapestet szerettük volna bemutatni, és nagyon reméljük, hogy mint ahogy a tavalyi évben is nagyon sok Budapest a látogató külföldi vitte haza szuvenírnek ezt a naptárat, és szerettük volna a fotók mellett bemutatni az alkotókat, és az alkotók mellett a képnek magának is a történetét, tehát így lesz kerek ez az érzékenyítés.
Csak az alkotók szociális helyzetével kapcsolatban, bocsánat, nem tudok ezen felülemelkedni, hogy az egyik dolog a kreativitás, a művészet, a második pedig az, hogy milyen körülmények között élne. Ad-e változást, tudnak-e bármilyen networkkel, vagy ezzel a munkával, vagy figyelemfelhívással munkát, lakást, bármit adni, ami valóbbi szignifikáns minőségi változást hoz azoknak az életében, akik ezt ebben részt vesznek? Azt gondolom, hogy igen. A My Budapest fotóprojekt, a Budapest Bike Mafiának az olyan, egy olyan kezdeményezés, ahol konkrét pénzbeni juttatást adunk az alkotóknak. Szuper. Hiszen az eladott naptárakból a teljes nyereséget az alkotók között osztjuk szét. Ez nagyon fontos, amit most elmondott. Igen. Na most, az egyik része az az, hogy megtiszteljük ezeket az embereket, akikben meg annyi kreativitás, és ezek szerint a visszaadott fényképezőgépek számából adódóan látható, hogy szakma szeretet, alázat, becsület van. A másik az az, hogy a hajléktalan ember valószínűleg nem csak hogy másképp, hanem talán még jobban is ismeri az utcát, a várost, a teret. Hiszen én lehet, hogy a kocsival csak elmegyek egy légkondis kocsival ott, ő neki pedig az az élettér. Mi az ön kedvenc része a városban? Hol tölti az idejét a legtöbbet? Hát a városban én általában inkább kint a város szélén, akár fel a Háromos határhegyre. Szóval hol él most? Hol tölti a telet? Hajléktalan szállón élek most már 4 éve, de addig az utóbbi, vagyis az előző 10 évben addig teljesen szabadon, sátor nélkül. Elképesztő. És a képét, amit akkor még egyszer megmutatom, külön díjra jelölték, ma estétől pedig My Budapest, postán, ezek szerint már Ausztráliában is hamarosan, igen, az utcán lehet vásárolni, és én kérem önöket személyes, ha látnak egyet, vegyék meg, mert ezeknek a nagyszerű embereknek, akik szívüket, lelküket és tudásukat is beleadták, rajtuk tudunk segíteni. Gratulálunk Selmeci Tibornak, hogy benne van, és sok sikert és ahhoz, gratulálunk Bernadettnek, hogy ismét létrehozták. Köszönöm. Nem volt véletlen az, amikor azt mondtam a végén, hogy jöjjenek azonnal a tár, és most büszke vagyok, hogy megmutatták. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.